Az átképzések, továbbképzések enyhíthetnek a hazai munkaerő hiányon, több képzési program is elindult itthon, amelyek a munkaerőpiaci igényekhez igazodnak, hiány szakmákban képeznek szakembereket. A szakmunkás hiány égető probléma például az építőiparban. Munkaerőhiány van az építőiparban. A vállalkozások egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt, pedig az elmúlt egy évben jelentős mértékben növekedett a megrendelésük a cégeknek. Nyíregyháza belvárosában épül ez az új 9 lakásos társasház. A lakó ingatlanok építése fellendült, egyre több a magánerős építkezés. Probléma viszont, hogy az építtetők nem tudják a megrendeléseket biztonsággal bevállalni a munkaerőhiány miatt. Főként az alvállalkozói munkákra nincs szakember. Egyszerűen nem találunk se gépész, se elektromos kivitelezőbe, se építőiparba, tehát építőmesterbe, kőműves, festő, óriási hiány van. A megrendelés állomány nő folyamatosan, és gyakorlatilag nem tudom, hogy mi lesz a nyárra, hogy ki fog építkezni. És ugye csak a lakossági projektek indultak be, tehát még várható az uniós pályázatoknak a lecsapódása majd. Meglátjuk, mi lesz. Az építőiparban lassan, de megindult egyfajta visszaáramlás is. Sokan nem vállalják el tartósan a külföldi munkát, és vannak, akiknek nem fizetnek időben a külföldi cégek, ezért térnek haza. A szakma szerint elsősorban vonzóvá és anyagilag is megbecsülték kell tenni az ágazatot a fiatalok számára is. Ami most jó folyamat, hogy a kétkezi munkának, tehát a szakmunkásoknak a presztízse jött vissza. Ha visszaemlékszünk rá, aki még visszaemlékszik rá, egy kőműves, az azért a 70-es években az egy nagyon komoly dolog volt. Tehát egy faluban egy kőművesnek volt a legnagyobb háza, ő egy szaktekintély volt, mindenki elismerte. Ez kezd most szerintem visszajönni, és beszéltünk bármelyik szakmáról, tehát legyen ez ácsállványozó, kőműves, villanyszerelő, gépész, és én ezt nagyon szerencsésnek tartom. A szakember hiányon enyhíthetnek az átképzések, képzési programok, amelyeket hazai és uniós forrásból finanszíroznak. Ezek a munkanélküliek elsődleges munkaerőpiacra jutását segítik elsősorban. A munkanélküliek továbbképzése és átképzése terén elsősorban a GINOP programokat említeném meg. A Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya egyébként 3 járás területén látja el a munkanélküliekkel kapcsolatos feladatokat a Nyíregyházi, Kemecsei és Ibrányi járás területén, és ilyen értelemben a megye összlakosságának a körülbelül 40%-a tartozik hozzánk. Ez természetesen arányosan jelenti a munkanélkülieket is. A GINOP programokban 3 programot különböztetünk meg, a 25 év alattiaknak a képzésbe vonását, illetve hát a 25 év alattiak foglalkoztatását, a 25 év felettieknek a programját, aminek a fő célja az elsődleges munkapiacra történő átvezetése a munkanélkülieknek, és a 3. GINOP program pedig a közfoglalkoztatással kapcsolatos, itt az alacsonyabb képzettségek, illetve közfoglalkoztatottak képzését valósítjuk meg. Mind a 3 programban van egyébként olyan programelem, amellyel a vállalkozások támogatott foglalkoztatáshoz juthatnak. Itt bértámogatásra és járuléktámogatásra is gondolni kell, de nagyon jelentős eleme, és ami nekünk elsősorban nagy feladatot jelent és nagy kihívás, az a 25 év alattiakkal, 25 év felettiekkel, illetve a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos képzéseknek a megvalósítása, amely képzések lehetnek átképzések és továbbképzések is. Nagyon fontos, hogy mindig úgy épülnek fel ezek a képzési programok, bár ezt országos szinten összesítik, és megyei javaslatok alapján állítják össze, de országos jóváhagyású, hogy ezek a képzési programok azt célozzák meg, hogy a hiány szakmákra képezzünk át munkanélkülieket, vagy továbbképzés keretében képezzük ki őket. A tanfolyamokat a képzőcégek a hiány szakmákban indítják el a járási hivatalok koordinálása mellett. Elsősorban az építőipari szakmák azok, amik hiány szakmát jelentenek,
ács, kőműves, hideg-meleg burkoló és különböző épület szerkezeti szakmák, de informatikusból köztudottan hiány van, és így indult képzés például már eddig is gazdasági vagy egyéb informatikusi szakmákban. Nagyon kedvelt egyébként, és ez inkább a tavalyi, illetve az azelőtti évre volt jellemző, most már ez lecsengőben van a DAJKA képzés, és mindig ezek a programok mindig arra irányulnak, hogy ahol az elsődleges munkaerőpiacon hiány jelentkezik, oda képezzünk embereket. A részvételi szándék az megvan, mert végül is fel tudjuk tölteni a képzéseket, ott kell egy kicsit motiváltá tenni a képzésre jelentkezőket, ahol esetleg egy bizonyos képzésre több a jelentkező, mint ahány képzést el tudunk indítani, de jellemzően nagyon jó a hozzáállás. Mind a három GINOP programban jellemző, hogy a közfoglalkoztatási minimált bért kapják, tehát a 25 év alattiak, felettiek és a közfoglalkoztatásban lévők is azt a bizonyos közel 80 ezer forintos közfoglalkoztatási minimált bért kapják a képzés ideje alatt természetesen, amit egyébként közfoglalkoztatásban kapnának. A GINOP programban tudok konkrét számot mondani, kevéssel több mint 1000 fő kerül az első két GINOP programba bevonásra, tehát 25 év alattiak, felettiek tekintetében a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területén. A közfoglalkoztatással kapcsolatos GINOP program még nem indult el. A hivatalvezető elmondta, az átképzések végén segítik az álláskeresőket az elhelyezkedésben is. 7,27%-os a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg a nyilvántartott álláskeresők adatainak tükrében, a nyíregyházi járásban 5,23%-os ez az adat, a megyeszékhelyen és környékén lévő cégeknél ugyanis jobbak az elhelyezkedési mutatók.